Az utolsó beállításokat, finom hangolásokat végzik a művelődési ház színpadán felállított zongorán. Szombat este rendezik meg ugyanis a fiatalok komoly zenei koncertjét. Amikor fiatalok mutatkoznak be, azt gondolom, hogy ez mindig a jövő nemzedékét próbálja elénk tárni, hogy vajon milyen ez a felnövekvő nemzedék. Akarják-e megmutatni saját művészetüket, szeretnék-e, hogy foglalkozzanak velük, illetve nekünk városvezetőknek is az a feladatunk, hogy támogassuk őket, egyrészt lehetőségek biztosításával, másrészt azt gondolom azzal a jelenlétünkkel is, hogy ők ebben erőt kapjanak, és tovább folytassák azt, amit elkezdtek. Az a bizonyos zenei mesterkurzus, ami a városban most már nagyon sok éve működik, nagyon sok tehetséges fiatalt mutatott már be a városba. És amikor így polgármester úr külön felkérésére egy-egy zenész elvállalja, hogy saját kortársaikból egy koncertet szerveznek, akkor azt gondolom, hogy ez példaértékű. Mihül József polgármester Ökrös Krisztián fiatal zongoraművészt kérte fel, hogy szervezze meg a koncertet. Egy olyan anyaggal készülünk, ami diplomázó anyagok, ha úgy veszük, tehát lesz az Ékék Rapszódia, Handel Passacaglia, ezek ilyen top darabok így a klasszikus zenében. Lesz majd egy meglepetés darab is, amit nem akarunk elárulni, úgyhogy nagyon érdekes és ilyen korszakokból lévő darabokat válogattunk össze, és még abban is lesz meglepetés magában a darabokban kinézetileg, és lesz meg a gegek, amiket még pluszba hozzáraktunk. Úgyhogy ilyen korszakoktól egészen, ugye a Görsvin a csúcspont, úgyhogy így minden korszakból próbáltunk bele rakni. Raktunk bele magyart is, úgyhogy minden lesz. Úgyhogy egy jó 2,5 órás koncertet próbálunk itt összehozni. A fellépők az a csapat, aki új évkor is szerepelt itt, ugye lesz 3 cselló, lesz egy brácsa, akkor 2 zongorista, lesz egy énekesünk, és most annyi változtatás lett rajta, hogy kicsit teljesebben szóljon az egész. Így meghívtunk egy ugyanúgy magyar, csak Grazban tanul a fiatalember, ő egy hegedűs srác, attól függetlenül mellette zongorázni is fog majd egyet. Úgyhogy, tehát így ez a felállás lesz. A hangverseny szombat délután 5 órakor kezdődik a Magyari Zoltán Művelődési Ház Színház termében.